Gyönyörű szép jó estét kívánok mindenkinek, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Itt a Facebook Live-on örülök, hogy eljöttetek ma este, és egy visszajelzést majd kérek szépen, hogy lehet-e hallani a hangomat. Remélem, hogy minden rendben van, és technikailag is minden rendben lesz ma este. Úgyhogy majd, ha eljut hozzátok ez a kérdés, akkor kérlek, hogy írjátok be, hogy működik-e a hangom. És egyébként azt is beírhatjátok, hogy haladtok a változás útján. Én nagyon remélem, hogy akik itt rendszeresen itt vannak, már érzik azt, hogy egyre jobb állapotban vannak, és elkezdtek új emberré válni, mert hogy ez a célom igazából ezekkel az előadásokkal, hogy ténylegesen tudjunk haladni együtt a változás útján. És akkor azért meg is ragadom az alkalmat, hogy kiemeljem, hogy a múlt héten feltettem egy bejegyzést, ami arról szólt, hogy mit tegyél, hogy az érzelmi állapotod napközben is, meditációk közben is ott tudjanak lenni abban a teremtő érzelmi állapotban, ahol szeretnéd, hogy legyenek. És akkor feltettem egy olyan tippet, hogy óránként állítsd be a telefonod, hogy riasszon téged, és amikor ez megtörténik, akkor idézd vissza azt az érzelmi állapotot, amit a meditációban, teremtő meditációban előidéztél, hiszen ugye úgy teremtünk, hogy ráhangolódunk arra a magas érzelmi állapotra, amit akkor éreznénk már, hogyha megtörtént volna az a dolog, amit szeretnénk. Szóval ezért írtam én ezt a bejegyzést, és hát én ezt különben mindenkinek melegen ajánlom, hogy ezt tegye meg, mert ez egy nagyon jól működő dolog, tehát sokkal többet ott tudsz lenni ebben az emelkedett érzelmi állapotban, napközben is, hogyha ezt megteszed. Úgyhogy mindenkinek javaslom, egyébként csak zárójel, én is szoktam ilyeneket csinálni. Úgyhogy hol a csupor van felül, hol meg a micimackó. Ez jó. Na, szóval akkor mindenkinek javaslom, hogy hajrá, és hogyha esetleg időnként nehezebben megy, vagy jönnek a nehézségek, vagy beszippantanak minket a fránya programjaink, akkor se adjuk fel, ugye? Tehát akkor megállunk, visszajövünk a jelenbe, és megemeljük az érzelmi állapotunkat. És már is újra neki lendülünk, igaz? Na, akkor én szerintem bele is vágunk a mai témába. Mégpedig ma arról lesz szó, hogy mik azok az energiaközpontok, és hogyan tudjuk aktiválni őket. Energiaközpontok. Hát sokat beszéltünk már energiáról, igaz? Ebben a materialista világban mi azt kezdjük el itt mondogatni, hogy tulajdonképpen nem is anyagokról beszélünk itt a földi létben, hanem tulajdonképpen minden energia. És hát így vagyunk ezzel mi a testünkben is. Tehát ugye itt is minden energia, hiszen minden az elemi részecskékből indul ki, mondjuk az atomokból, és azt már beszéltük, hogy az atomok is tulajdonképpen energia. 99,9999%-ban energia, csak nagyon-nagyon pici mértékben részecske. Márpedig, hogyha a sejtjeink is atomokból épülnek fel, akkor igazából ugye ők is energia. Ha a sejtjeinkből épülnek fel a szöveteink, akkor ugye lehet azt mondani, hogy a szöveteink is tulajdonképpen energiák.
hogyha a szöveteinkből a szerveink épülnek fel, akkor ugye lehet azt mondani, hogy a szerveink energiából vannak. Igaz, hogyha a szerveinkből épülnek fel a testünk különböző rendszerei, akkor azt lehet mondani, hogy azok is energia. És akkor így eljutunk tulajdonképpen a testünkhöz, és azt lehet mondani, hogy a testünk is alapvetően egy energia, és mi sugárzunk magunkból egy energiamezőt, ami tulajdonképpen mi vagyunk. Tehát az az igazság, hogy nem a bőröm vagyok, nem a testem vagyok, hanem maga ez az energia vagyok. És hát ezért lenne fontos erről beszélni, mert ráadásul vannak energiaközpontok a testünkben, amiknek különböző funkcióik vannak, és ma este erről fogunk beszélni, hogy ez hogyan is működik, hogyan működnek ezek az energiaközpontok, mire vannak, mit okoznak nekünk, hogyha nem bánunk velük megfelelően, és egyébként hogyan lehet ezeket helyrehozni, ha netán valamilyen problémát okoztunk nekik. Úgyhogy akkor nézzük is meg, hogy én miről akarok itt ma este beszélni. Hát valószínűleg sokaknak ismerősek már ezek a fogalmak, hogy energiaközpont, sőt, ugye csakraként is lehet ezekről tudni. Én azért energiaközpontról beszélek, mert most ugye egy terminológiát fogunk megtárgyalni, hogy ezek így hogy működnek. A csakrák ugye ősidők óta léteznek, rengeteg-rengeteg információ van. Lehet, hogyha itt 10 ember ismeri a csakráknak a fogalmait, lehet, hogy nem is teljesen ugyanolyan fogalmaik vannak róluk. És mi most itt energiaközpontokként fogunk beszélni ezekről, és akkor pontosan tudjuk, hogy miről beszélünk, mert ezeket fogjuk részletezni. No, akkor ahogy itt az ábrán látod, látszik itt 8 darab ilyen energiaközpont. Tehát itt egy emberi test, és ezek a sárga pöttyök akarják jelképezni az energiaközpontokat. Ezek egyébként pontosan azon a helyen is vannak, ahol a testünkben elhelyezkednek ezek az energiaközpontok. Tulajdonképpen azt is lehet mondani, meg úgy is hívják őket, hogy ezek igazából ilyen mini agyak, tehát a testünknek ezekben a részeiben, ahol ez itt most fel van rajzolva, bizony vannak idegsejtek, vannak idegsej struktúrák, ugyanúgy, mint ahogy az agyunkban is. És ugye minden energiaközponthoz tartoznak mirigyek, minden energiaközponthoz tartoznak bizonyos területek a testünkből, amikért ők felelősek, amiket ők szabályoznak. Tehát nyugodtan lehet azt mondani, hogy ezek mint egy mini agy működnek, és ezeket igazából az autonóm idegrendszer igazgatja, vezényli. És akkor most végig fogunk egy picit menni azon, de csak nagyon röviden, hogy melyik központnak mi a szerepe. Elindulunk az egyes központtól. Az egyes központ, ami a nemi mirigyekhez kapcsolódik, és hát ott a gát körüli területen található. Azért fontos egyébként az, hogy hol található, mert már most elárulom, hogy egy következő alkalommal elképzelhető, hogy fogunk egy meditációt végezni az energiaközpontokkal, amikor is aktiválni fogjuk ezeket az energiaközpontokat, de ez majd fog látszani a ma este végére, hogy ez miért is fontos. Tehát a gát körüli területen van az egyes energiaközpontunk, amihez
nemi mirigyek tartoznak, és